nyert egy Juicy Creator kódot, amit teljesen ingyen, bérmentve használhat minden vásárlás előtt a shopban. Használja ön is a világ legjobb kódját, a Juicy kódot! Na sziasztok srácok és lányok, üdvözlök mindenkit itt egy újabb brosztázos videóban és egy újabb sneak peek-esben, amiben bizony az új karakterről, Colonel Ruffsról fogunk beszélni. Ebben a videóban ki fogjuk próbálni és mindent megtudhattok róla, úgyhogy ha érdekel titeket az új karakter, akkor mindenféleképpen maradjatok. És még az új betöltő képernyőt is meg fogjuk nézni. Itt a lobbyban láthatjátok is, hogy olyan néz ki teljes egészében ez a modell, amit tudhatjuk jól, hogy a Project Laser nevezetű minigame már láthattuk ezt a karaktert. Ő a Starforce űrhajó ezredese, egy kromatikus karakter, aki a Season 5 Brawl Pass-én elérhető. Ha megvásároljuk a Brawl Pass-t, akkor egy bizonyos tíren ugye ingyen megszerezhető, ha nem vásároljuk meg, akkor pedig egy bizonyos tír után ládákból kinyithatjuk. Colonel Ruffsnak így néz ki az ikonja, ahogy láthatjátok, és felszedett már egy-két ráncot így az arcára, a szemek körül látszódik, hogy nem igazán pihent egy jó pár napja. A hangja a karakternek ilyen. Stations! Sit down. Roll over. Now play dead. Romeo uniform, Foxtrot, Foxtrot. Watch the flanks. Clear the drop zone. Ruff, ruff, ruff. Szerintem most a hangot nagyon eltalálták, tökéletesen illik ehhez a szigorú testhez és magatartáshoz. Szétadom. Itt pedig láthatjátok a karakterhez tartozó pineket, amik szerintem írtó cukira sikerettek, főleg az epikek. Ez a nyertes animációja. Egyszerű, nagyon egyszerű. Ez pedig a vesztes. A régi idők jutnak eszembe, ahol ilyen egyszerű animációk voltak. A karakternek egyes szinten 3000 HP-ja van, maxos szinten ez 4200-ra nő. A karakter mozgási sebessége teljesen átlagos, vagy nem igazán kiemelkedő, se nem lassú, se nem gyors. A karakterek többségéhez hasonlóan 3 ammóval rendelkezik. Az alaptámadásának lőtávolsága egész hosszú, 8,5 kocka távolságra tud ellőni. Maga az alaptámadása 2 lézerlövedék, ami bizony Rico lövéséhez hasonlóan visszapattanó lövedék, így lepattannak a falról, de Ricóval ellentétben egyszerre 2 párhuzamos lövedéket lövünk ki, így olyan lövéseket is végrehajthatunk, hogy a sarokra lövünk, mint akár Surge-el, hogyha megvan a Star Power-ünk. Avagy úgymond elfelezhetjük a lövésünket. A karakter alaptámadásának újratöltési sebessége gyors, így egész hosszas fightokban is részt vehetünk, teljesen aktívan. Az alaptámadásának a sebzése egyes szinten 500 per lövedék, avagy hogyha 2 lövedékkel egyszer eltalálunk egy ellenfelet, akkor 1000-es sebzést vihetünk be. Ez a sebzés és maxos szinten 700 per lövedékre nő, avagy 1400-at tudunk bevinni, hogyha mind a 2 lövedékkel egyszer eltaláljuk. Ez azt jelenti, hogyha mind a 3 ammóval eltaláljuk tökéletesen az ellenfelet egyes szinten, akkor 3000-es sebzést bevihetünk, maxos szinten 4200-ra nő. A legnagyobb erőssége a karakternek talán ez lesz, hogyha egyszerre auto-aimbe kilövi az összes lövedékét, mivel nagyon gyorsan tudja kiereszteni ezeket a lövedékeket. Nézzétek csak! Kint is volt a 3 lövés, és bent van a 3000-es sebzés. Úgyhogy támadását tekintve érdemes lesz minél közelebbről auto-aimelni az ellenfélre, hiszen ekkor nagyobb biztonsággal vihetjük be a sebzést, és ezt, hogyha nagyon közel vagyunk, pillanatok alatt. A szuperjét 3 teljes találattal, és plusz egy lövedékkel betöltheti. Avagy 7 lövedéknek kell eltalálni az ellenfelet ahhoz, hogy megszerezzük a szuperünket. És mivel a lövései nem hatolnak át az ellenfeleken, ezért sajnos nem gyorsíthatjuk fel ezt a folyamatot. A szuperjének lőtávolsága körülbelül 7 kocka távolság, hogyha ugye a körnek a középpontját nézzük, de egészen elér a hatása a 9. kocka távolságra is. Mivel hát ugye egy support karakterről van szó, a szuperje nem más, mint hogy egy supply dropot lehív az űrből, ami egy ilyen 1-2 másodperces késletetése beérkezéskor sebez, majd utána pedig egy buffot hagy hátra, amit a csapattagok vagy éppenséggel Ruffs is felvehet, hogy felerősítse magát ezzel. Itt demonstrálva akár 6 robotot is sebezhetünk és hátralökhetünk egyszerre, egy 1000-es sebzés megtoldva, viszont ez a szuper maxos szinten majdnem eltüntetni ezeket a robotokat innen, mivel 1400-ra nő a szuper sebzése, ha kifullosztuk a karaktert. És bizony, mivel ez a szuper hátra is löki az ellenfeleket nem akármilyen távolságra, így remek lehet különböző folyamatok megszakítására, mint például Sandy hílelésére, vagy éppenséggel mondjuk Brawl Ballban az ellenfél hátra lökésére, és így könnyebb gólszerzésre. A szuperéből származó buff egyszerre csak egy helyen lehet lent, így hogyha újra elhasználjuk a szuperünket, akkor az újabb helyen fog megjelenni ez a jelvény. A jelvény felvételekor 700-al növelődik a HP-nk, és 20%-kal az alapsebzésünk.
emellett pedig a szuperünknek a sebzése is 20%-kal. Ez a buff akár a meccs végéig is rajtunk maradhat, kivéve akkor, hogyha meghalunk. Mivel hogyha meghalunk, akkor elveszítjük ezt a buffot, és úgy éledünk, hogy nincsen rajtunk. Ha viszont újraéledés után használjuk a szuperünket és felveszük a buffot, akkor ugyanúgy megkapjuk. És a következő halálunkig rajtunk is marad, szóval nem kell aggódni, hogy eltűnne ez az effekt, nem olyan, mint a juice, ez mind halálig tart. Ha már egyszer felvettük a jelvényt és nem haltunk meg a játékban, avagy rajtunk van aktívan ez a buff, és utána ismét használjuk a szuperünket, majd gondolván felvennénk a jelvényt, hogy még több damage-et kapjunk, illetve HP-t, hát sajnos ez nem így működik, ha már rajtunk van a buff, akkor nem vehetjük fel még egyszer, és nem nevelhetjük meg még ennyivel a sebzésünket, illetve a HP-nkat, mert így gyakorlatilag egy sokkal keményebb Power Cube gyártásba kezdhetnénk a játékon belül, ami elég OP lenne. Ha a csapattársaink felveszik ezt a buffot, ugyanezek jellemzőek rájuk is, 700-al növelődik meg a HP-juk, a sebzésük és a szupersebzésük pedig ugyanúgy 20%-kal, és hogyha több Power Cube-uk van, akkor az sem fogja befolyásolni ezt, ugyanúgy az alapsebzést és az alap szupersebzést növeli meg. Rassz a gadgetje használata során 3 homokzsákot tesz ki maga köré, aminek 2000 HP-ja van per homokzsák, így egy 6000-es blokádról beszélhetünk, ami nem teljes egészében blokád, mivel át lehet rajta sétálni a karakterünkkel, illetve az ellenfél is átmehet rajta, viszont tökéletes védelmet jelenthet számunkra több irányból is akkor, hogyha esetleg messzebbről lőnének minket, és ezt a gadgetet egy mérkőzésen belül 3-szor is használhatjuk. Nagyon fontos tényező az, hogy ugye át tudunk rajta menni, de még fontosabb az, hogy mivel ugye egy friendly targetről van szó, át is tudunk lőni így ezeken a blokkádokon. Tehát számunkra ez nem jelent blokkádot, viszont az ellenfél számára igen, mivel náluk ez egy ellenséges objektumként jelenik meg, és azok fogják kapni elsőnek a sebzést. Ezt a gadget képességet még jobban optimalizálhatjuk sarkokban, mivel ilyenkor, hogyha elhasználjuk a gadgetünket, akkor mind a 3 homokzsák védelmünkre fog szolgálni, avagy kevesebbet sebezhetnek ránk 6000-rel. Kivéve olyan karakterről van szó, mint például Ember vagy Froverek, akik ugye át tudnak lőni így ezeken az objektumokon. Rassznak a Star Power-je pedig 1000-rel megnöveli a szuperjének a sebzését, és mivel így maxos szinten vagyunk, 2400-as sebzés jelent, de bizony Rassznak a Star Power-je nem csak egy 1000-es sebzést ad pluszba a szuperjéhez, hanem ráadásul innentől kezdve már a szuperje lerombolhatja az akadályokat. Miközben természetesen ugyanúgy sebzi az ellenfeleket, és hátra is löki azokat. Bárha nem halnak meg éppen ennyi sebzéstől. Itt talán jobban látszódik. De ha már az új karakterről beszélünk, akkor ne felejtkezzünk el az új betöltő képernyőről, ami szinte nagyon fantasztikusan néz ki, nagyon jól átadja ezt az űr tematikát. Vannak itt ezen a képen olyan dolgok, amik kiszúrják a szemünket, és vannak olyanok, amik érdekesek lehetnek. Kezdjük is balról jobbra haladva azokkal a dolgokkal, amiket jobban is láthatunk. Itt van ugye a Colonel Ruff, aztán itt vannak azok az űr tematikájú Lunar New Year skinek, amik érkezni fognak a játékba. Itt van a bullos, kolettes, a Spike-os és ugye a Deriles skin. Majd jobban elrejtve a bal alsó sorokban láthatjuk a Running Ruff skint is. Ruffnak az alap modelljén ugye feltűnhet ez a jelvény, ami a szuperje során is megjelenik. Ez ugye ott van a szíján is és a kalapján. Ez a jelvény valószínűleg a Star Force team-et reprezentálja, hiszen hogyha az űrhajókra kellően ráközelítünk, akkor láthatjuk ugyanezt a szárnyain. És ugye már, hogyha a Star Force, avagy a csillagerő, hát nem maradhattak el a háttérből a csillagok, és itt az elő térben egy csillagformájú valami, egy ragyogó dolog, ami lehetne akár robbanás, vagy éppenséggel az űrhajók, amit húznak maguk után, de hogyha egy kicsit jobban szemügyre vesszük Ruffsnak az egyik jelvényét, a kitüntetését, akkor látjuk azt, hogy valamiféle piramist ábrázol, mellette 4 pontot, és a tetején egy csillogó valamit. Az nagy valószínűséggel ez a csillogó dolog, ami itt a betöltő képernyő közepén van, és hogyha ez a csillogó dolog itt van a betöltő képernyő közepén, akkor nagy valószínűséggel egy kicsivel alatta megtalálható az a piramis, ami a jelvényen is van. És így lehet, hogy nem is volt akkora átverés, amit kiraktak ugye egy indexképet még a mostani update-hez, ahol odaírták, hogy miau, és egy sivatagi terület volt ugye a képen, mert lehetséges, hogy a következő update-nek a tematikája ez lesz, és az is lehet, hogy ez a 4 pont az mondjuk a hónapot jelölni, hogy a 4. hónapban fog érkezni mondjuk ez a téma, a sivatagi, ahol lesz piramis, és esetleg jönnek a macskák. Mert a sivatag és a macskák, a Sphinx az elég
eléggé nagy összefüggésben van, és lehetséges, hogy Ruffs ezredes az ottani szolgálatáért kapta ezt a kitüntetést, és ott szenvedte el ezt a szemével kapcsolatos sérülést, mondjuk egy macska kikarmolta a szemét. Ennyi is lett volna ez a videó, írjátok le komment szekcióba, hogy nektek hogy tetszik ez az új karakter, hogy meg fogjátok esetleg vásárolni a Brawl Pass-t, illetve hogyha tetszett a videó, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal, egy hatalmas feliratkozással, aztán a következőben találkozunk, legyetek jók, addig is, na sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egér van! Póló! Bögre! Vagány bögre! És még plüss maci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!